Negyedik perc, kisvárdai szöglet, veszélyes, és a kapufáról bepattan a labda, 1-0 a kisvárda javára. Hát nem kellett sokat várni az első gólra, gyönyörűen érkezett ott, Csirkovics volt, ha jól láttam, nagyon jól kanyarodott, és hiába volt Kodró mellette, talán az egyik legjobban fejelő fehérvári játékos, mégis meg tudta fejelni előle a labdát, és a kapufa segítségével megvan a kisvárda vezető gólja. 1-0.